Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves nézőmet, itt Kentabesz ismételten, és folytatom a My Little Pony Game Loft legújabbik eventjét. Sajnos elég késő van, de muszáj volt megcsinálni, mert csak akkor tudok ezzel a játékkal is ugye haladni. Na, a dolog szépsége ugye abból áll, hogy leginkább akkor szoktam ilyen videót csinálni, tudjátok jól, amikor ugye elkészülök a következő feladattal. Azt természetesen meg is történt, csak ugye még nem csináltam meg róla a videót, legalábbis, hogy most készítem. És ugye még a képeket is megmutatom, ahogyan haladtam a ruhafejlesztéssel. Elnézést, ember, csak tudjátok, ilyenkor már este van, és már nem az a nagyon fit ember vagyok. Szóval a lényeg az az, hogy haladtam a játékkal nagy nehezen, ugye annak ellenére, hogy csak ebben a helyzetben egy karakter volt, akit ugye be tudtam rakni. Ja, és közben ugye meglett a jutalom karakter ugye abban a rövid eventben, ami mindenkinek szól. És még képzeljétek el, még utána is egy pár szót tudtam maradni, és kaptam érte 50 gemet, ami hát jó pár 50 gemet, legalább 6-ot, ha számoltam, vagy azért talán annyi nem, de a lényeg az az, hogy legalább egy csomó olyan alkalmat be tudtam pótolni ezzel kapcsolatban, amit ugye korábban elhalasztottam. Na, de mindegy is, akkor folytassuk ugye a dolgokat ott, hogy befejezzük a igazából csak a mostani alkalom az eventet, elnézést, csak nagyon fárd az egész, és nem tudom, hogy mit kéne csinálnom, hogy ne legyen ilyen ferde. Na mindegy. Elnézést kérek, csak egy... Pillanat, újra kell indítani a dolgokat. Úgy tűnik, hogy a... Hát ez tök jó. Elnézést kérek, úgy tűnik, hogy valami rendszerhiba lépett föl. Na, de most már akkor folytassuk ott a dolgot, ahol abba hagytam. Na. Szóval ugye. Jót tartottam, hogy még itt ezt a, meg egy kicsit fejeztem a ruhát. Meg itt hogy állok ezzel? Mindegy, egyre még zavarjuk ezt a dolgot le. Meg kell megküzdeni az alma Spike-kal. He? Ez nekem nem tetszik. És igazából, de csak nem értem a koncepcióját. Mindegy. Pardon, mindjárt kész vagyok. És ha minden igaz, akkor most fogalmam sincs, mit kapok. Igazság szerint. Ja, most kapom meg ezt a Gaimant, vagy kit. Na, akkor nézzük a szöveget, szóval. Get out, get out, get out, and stay out, she's, I am never moonlighting as DJ scales and tail again. Oh, and now this creature is after me. What do you want? Na, úgy tűnik, hogy valahogy el tudta zavarni az ő bulizós énjét, és ugye meg megjelent egy másik különös lény is. Ja, igen, ez a guy man, vagy ki. Spike, you must calm down, everything's okay. Azt mondja Spike-nak, hogy nyugodjon le, és mert hogy minden rendben van. Okay. Have you seen the day I've been having breaks in reality, insensitive comments from historical heroes?
Tank. Celestial, I can say more than Thunder and Leathers at once again. Ja, igen, csak ugye kicsit ki van akadva Spike, ugye hát ennek a karakternek a kijelentésén, amit mondott, hogy minden rendben van, szóval. Everything is okay. You are dreaming, Spike. You are having a nightmare and unnaturally induced nightmare, which is why we Nyx took notice and so to let you know. Szóval, hogy ez egy Nyx félnek számít, ez a guy man vagy ki. Szóval a lényeg az, hogy valami olyasmit mond, hogy minden rendben van, mert hogy csak álmodja az egészet, és hogy valami, hogyha jól értelmezem, már nem biztos, de úgy tűnik, hogy ezek képesek behatolni ugye álmokba, és azon keresztül kommunikálni másokkal, ezek a lények. Ah, unnatural nightmare? You mean someone is doing this to me? That's pretty mean. Na, és akkor ugye fölteszek, és ezt valaki csinál. Ja, vele, ez nagyon gonosz. It is. We don't know who is behind this or why is happening, but we have been noticing a strange abundance of breezy imagery in your dreams. Perhaps it's really related to... Na, szóval a lényeg az, hogy ez tényleg nagyon rossz dolog, de nem tudják, hogy ki csinálja. Ezt is, hogy valami köze van ugye még a breezy-ket, tehát a szellőcskékhez, közben megszakad a mondata. Don't listen to the weird little nightmare creature, Spike. None of what they say is true. This is real life. Uga buga bugan. Now fight me, fight me. Úgy tűnik, hogy itt van a korábbi sárkány uralkodó, ugye Torch, vagy hogy hitták? Na milyen szóval, hogy ráfölmet, hogy ne hallgass, rájuk fölment, és ugye elmondja Spike-nak, hogy ne hallgasson rám, mert ez mind a valósághoz tartozik, és ugye itt elmondja ezt a uga buga buga dolgot is. Meg szék. Hát az a sóhaj szólt. Oké. Okay. És akkor ugye most... Ugye két dolgot kell kirakni, de... Mert ugye van még egy karakter, mert ugye ezt megszereztem, ugye nem fotóztam le véletlenül, de elítítő, ahogyan megvettem egy breezy formában, de teljesen mindegy. Milyen érdekes, hogy ez ötcsillagos karakternek számít instant, pedig szerintem egy játékot azért lehetne velük játszani. Na mindegy. Breezy, probably already brainstorming a new line of tiny, tiny dresses. Na, valami olyasmi van, szerintem el kell gondolkodni egy pár apró ruhán, de látjátok, még most is megvan ez a jutalom átvételű dolog. Jó, szóval a lényeg az, hogy én nem is akkor Crystal Empire. És ugye, nem tudom, hogy már mutattam-e nektek, de ugye, ha mindig megveszek egy új karaktert, akkor ugye egy olcsóbb lesz ugye ez a nagy csomagos bundle. Még egy karaktert itt majd úgyis meg kell vennem ebben a helyzetben, ugye nem ebben a verzióban, mert itt már ugye megvan, hanem majd ide kell vennem egy karaktert, és az ugye Fluttershy lesz, mert az majd adja a legtöbb pontszámot. Különben itt hogy állok a ezzel kapcsolatban? 43, de majd mindjárt megcsinálom ezt a részét a dolgoknak. Na jó, emberek, én azt mondom, hogy szerintem itt ezzel a videóval itt és most ugye lezárom ezt az egészet, főleg azért is, mert ugye késő is van, meg a fene se tudja, elnézést, hogy most mit mondjak, igazából csak ezt akartam valami megcsinálni, mielőtt még eltettem volna magamat a következő napra. Na milyen szóval, akkor ilyen fogom folytani a következő alkalommal, tartsatok velem, akkor is arányban volt tekintet, hogy tartsatok be minden szabály, mert csak így lehet ennek véget vetni, amíg ugye minden emberben nem lesz oltva a sorozat, ez érte a Pony Life az pozitív hozzást és emléket is kívánok, mind eredeti, mind pedig magyar szinkron, illetve, ahogy régen mondtam, most is mondom, és még hol is mondom, az élet végezhet, egy külön minden bronz, és magasztítettesen pedig Bruhof és Viszlát.